Stern képviselő azt mondta, hogy itt mindenki mond mindent, hivatali is, meg mások is. Azt gondolom, azért vagyunk felnőtt emberek, meg talán képviselők is már, aki az, hogy el tudja dönteni egy ügyben, hogy kinek hisz. A polgármester asszonynak nem kell aggódni a költségvetést, azt el fogja fogadni a képviselőtestület. Tegnap a frakció több tagját egy felsőbb erő ragadta magához, és ez ugye egyértelművé tette, hogy ezt a költségvetést akkor is el kell fogadni, ha rossz, hogy politikai szempontból nyugalom legyen. Ez így ment a tavalyi költségvetéssel is, meg a tavaly előttivel is. Én azt gondolom, hogy ez rendkívül káros a városunknak. Akkor tavaly a képviselőtestület december 16-án, szintén felsőbb utasítása hajlandó volt igen gombot nyomni. Egy olyan költségvetés, ahol a 365 napból lement 350 valamennyi. Tehát aki ezt megtette, akkor gombot nyomott, az többet ilyen ügyben, az életben ne szóljon semmit. Biztos igaza van a képviselő úrnak, csak nagyon nehéz így beszélni, mert közben... Persze. Ráment egy pár év, Gyuri, ezt a kicsit még ki kell bírni. Az, hogy érdemben ne bolygassunk dolgokat, mert politikailag így taktikus, ez a legfelelőtlenebb viselkedés. Ez nem polgármester asszonyra vonatkozik, tehát remélem nem voltam félreérthető. Nem vettem magamra. Tehát megint egy politikai döntés fog születni. Arról van szó, hogy lesz-e a választások előtt izgalom és botrány Esztergomban, vagy nem. Aláírja-e polgármester asszony, vagy nem. Tegnap, amikor a felső erő magához ragadta a frakció ragadósabb részét, akkor az hangzott el, hogy legyen úgy taktikus a mi frakciónk, hogy szavazza meg a költségvetést, csak a polgármester asszony 1 millió forintos keretét vegye el, mert ez az elevenébe vág, és akkor majd ezért nem írja alá, és akkor mi büszkén elmondhatjuk, hogy a polgármester asszony ilyen kicsinyes, hogy az 1 millió forint miatt nem írja alá. Én azt gondolom, ez olyan primitív politikai tervezés, ami ha hosszú távon itt fölényre jut, és fölényre fog jutni, ebben ne legyen kétségünk, akkor ennek a környéknek, ennek a városnak vége van. Tehát akik így merik ennek a városnak a jövőjét tervezni, azok tönkretesznek mindent. És aki ehhez asszisztál, az bűnrészes ebben a dologban. Tehát szeretném én kérni a kedves képviselőtársakat, hogy ilyen csacska programoknak ne üljenek fel, ennél komolyabban próbáljanak meg a városukért dolgozni, vegyék magukat emberszámba, és álljanak ki azért, amit önmagukról szebb napjaikon gondolnak, meg amit az emberek iránt szeretetképpen éreznek ebben a városban. Vannak, akik jobban szeretnek hazugságok nyomán felelősség alól mentesülni, mint mondjuk kiállni a saját becsületükért, vagy az emberek érdekért. És egyszer majd a memoáriaimban megírom azt, hogy miért nem jártam el felelőtlenül soha Esztergom ügyeiben, mert ha erről csak egy fél mondatot mondok, szintén sajtóvihar van. Úgyhogy erre most nem térek ki jobban. Az a baj, hogy beszéljünk őszintén, hogy Esztergom ügyei nem egy másik településen, meg nem mondjuk a kamara berkeiben kéne eldönteni. Köszönöm. Mit mond a Zoltai úr, hogy pedig jó lenne? Akkor kérem, hogy mondjon le képviselői tisztségéről, miután ön a kamara titkára, akkor gondolom, hogy első kézből kap információt, és nem kell, hogy itt üljön. Egyik vádaskodásnak se szeretnék felülni ezzel kapcsolatban. Mindenkinek van egy munkája, mindenkinek van egy választott, vagy illetve emberek által megválasztott pozíciója, valaki él vele, valaki nem jár képviselőtestülésre fél évekig, de hát mindenkinek a saját dolga mindezt mérlegelnie, hogy jár el.